2016-ban csúcson járt a lakáseladások száma, 40%-kal több ingatlan cserélt gazdát ebben az évben, mint tavaly. A lakáspiac húzta felfelé a lakossági hitelezést is. A családi otthonteremtési támogatást igénybe vették a családok, a hiteligénylési kedvet a magasabb lakásárak sem fékezték. Az önerőhöz pedig hozzátettek a gyermekek után járó támogatásokból, ami egy használt lakásnál három gyerek esetén 2,7 millió forintot jelentett. Így az államilag kamat támogatott lakáshitelek piac a növekedett leginkább. A pénzintézetek hasonló feltételekkel kínálták hiteleiket. Annyira összeigazodtak a, a, a lakáshitelkamatok, hogy teljesen mindegy, hogy melyik bankhoz megyünk. Teljesen más szempontokból, tehát jövedelemterhelhetőség, vagy elfogadható jövedelmek miatt érdemes válogatni a bankok között. A lakossági hitelezésben az adóságrendező hitelek folytak a legjobban 2016-ban, a már megdévő magas kamatozású személyi, bankkártya és áruhiteleket váltották át kedvezőbb kölcsönszerződésekre. Az ügyfelek így jelentős, akár havi szinten 40 ezer forintos megtakarításhoz is juthattak. Ezek a személyi hitelek már akár 10 alá tudták vinni a kamatot. Egyébként a bankok emeltek a személyi kölcsön Nők hitelkártyák plafon összegein van akár 5 milliós személyi hitel is, és 1 milliós bankkártya hitel. A szakértő szerint a következő évi béremelések kedvezhetnek, tovább növelhetik a hitelpiacot is. 2017-től nőnek a bérek. És ez lehetőséget nyújt azok, azok számára, akik már idáig ö, leterhelték magukat 100%-ban, hiszen tudjuk azt, hogy a Fairbank törvény a jövedelem 50%-át engedi terhelni. Na most mivel megnőnek a bérek, itt nyílik egy kis kapu, és azok, akik már vettek fel hitelt, tudnak még fölvenni, akik pedig eddig nem vettek fel hitelt, azok ö, nagyobb mértékben, tehát nagyobb hit, összegű hitelre lesznek ö, jogosultak. 37 milliárd forinttal növekedett a háztartásoknak nyújtott hitelkihelyezés 2016-ban, áll a Magyar Nemzeti Bank közleményében. Az új szerződéskötések között mintegy 48%-kal emelkedett a lakásszélú jelzálók hitelek száma. A banki előrejelzések alapján nem lesz megtorpanás jövőre sem, pedig a kamatfelárak tekintetében itthon az ügyfelekre nézve kedvezőtlenebbek a feltételek, mint a környező országokban.